azt tudom mondani, hogy szerintem az emberek örülnek, hogy olyan vígjátékot kapnak, ahol vannak mélységek, lehet röhögni, lehet sírni, jó színészeket látnak. Ami a legfontosabb talán, hogy nagyon sok szeretetet ad, még ha köszön is, de nagyon sok szeretetet lehet felfedezni a szereplők között. Egy jó kiadós nevetés után egy picit meghatódhatnak, aztán sírhatnak, és aztán újra nevethetnek, majd romantikusan odabújhatnak a párjukhoz. Mondok néhány bűvös nevet, hogy kik szerepelnek, és akkor gondoltam, hogy eljövök. És nagyon-nagyon-nagyon nem bántam meg. Zseniális a film szerintem. Nagyon-nagyon jól szórakoztunk. Egy nagyon friss, egy nagyon szórakoztató film. Nagyon jók voltak a poénok. Én imádtam a színészi alakításokat. Szerintem utóbbi évek legjobb magyar vígjátéka, úgyhogy csak gratuláljátok az alkotókat. Egy vígjátéknak ilyennek kell lenni. Nekem ez a kedvenc Orozdini filmem, ez egyértelmű. Nekem nagyon-nagyon tetszett ez a film, és nem csak azért, mert családi érintettségű, mert a nővérem a főszereplő. Amennyire megható a film, annyira vicces, és szerintem így karácsonyra egy nagyon-nagyon jó szórakozás az egész családnak.